Hölgyeim és uraim, még a keréknél is a végén csaptan, remélhetőleg, hiszen a színpadon, a keréknél Géza. Aranydrága szíveim, nem tudom, ez rádió vagy csak tévé. Mert úgy összemosódik mostanában minden. Szóval rajtam díszmagyar van. Igen, mert hát én tanultam az első ciklusból. Ergo, 2 éve még én magyar ellenes és nemzetellenes voltam. Hát nem tudtam, mi hiányzik. De most már aztán nem érheti szó a ház elejét. Csodák vannak. Szóval díszmagyar. Amikor ünnepi alkalom van, ilyet kell felvenni. Képviselő uraktól és miniszter uraktól láttam. És gondold el, parlament, be kell menni. Hát nem kell, de ő bemegy. Ilyen izé, kacagány vagy röhögény vagy mi van rajta. És azt mondja anyósom, és amikor bent van, kín hagyta a lovát. Igen. Egyszer eltévesztenék, képzeld el, és ez fordítva lenne. Nem itt tartanánk, hidd el. Csodál. Szóval díszmagyar. A nagy nevettetőnk, aki mostanában oktatóba ment át, mi a tévéműsor címe, a Csonka Gúla. Igen, ő. Azt mondta, hogy csak az órát állítottuk vissza, és nem az időt. Hát most, hogy mondod, Balázs, tényleg. Tényleg van ilyen. De leveszem, mert olyan moly szaga van. Na de, lesz választás állítólag. Én nem tudom, azt miért akarják annyian, hát nem tudom. Hát én például teljesen meg vagyok elégedve. Hát gyerekek, hát 93, hát ami most van, az csúcs. És lesz választás, hát akkor ugye, hogy akkor mi lesz, az majd elnálik. De lesz választás, igen. Anyósomnak is mondtam, hogy igen, mi állandóan társalgunk. Mondom, mama, hát kell, hogy legyen választás. Hát ne vicceljen már, hát jogállomban fogunk élni. Jaj, már megint költözünk. Hát Istenben, akárval beszél bele. Hülyeséget. Csuda. Azt mondja múltkor, megyek a parlamentbe. Miért megy oda? Hát tüdőszűrésre, hát Istenben. Mert most mindenkit átvilágítanak. Tényleg, gyerekek. Az ember úgy figyel, hogy most akkor hogy van ez meg. Tényleg, nem mint ellenzéki, hát merek én. Hát örülök, ha megkapom a gyógyszeremet, aztán már akkor rendben vagyok, 2 rumot, úgyhogy semmi. De azért csodák vannak. Hát, nem mindenki, de hát elég szép számmal. Úgy tudok róluk beszélni, hogy hát hozzájuk képest a ház nélküli csiga, az egy gerinc oszlop, tudod? És ezek nem nyugszanak. Hát van ilyen? Borzasztó. Szeretném tudni azt is, hogyha mondjuk nem voltunk szar szemét tetves besúgók, tudod? És mondjuk hát senkit nem jelentettünk fel. Igaz, nem is írtuk alá. Na most 94-ben azért mi még lehetünk magyar emberek? Vagy ez már kizáró? Nem értem. Azt mondja anyósom, hát Géza, ez az. Így van ez.
Lassan a szar húzza le a vécét. Szóval lehet választani. Azt mondja egyik haver a másiknak, hogy képzeld el, a feleségem vasárnapra akart rántott húst csinálni, és akart mellé ilyen krumpipürét. És kiment a kamrába, hogy behozza a krumplit, összeesett és meghalt. És te mit csinálta? Hát rist. Igen, 4 év eltelik, majd mindenki ünnepel, a gyerekek, kispárt, nagypárt, mindegyeknek múltja van, mind ellenzéki, ellenálló múltja, nehogy azt hiddám, hogy ott ő akkor elbenyalt, ne, semmi. Nehéz egy élet ez. Semmi szexi, Szóval csodák vannak, és 4 év eltelik, ünnepel, azt mondja a férj, anyukám, te buja állat, te! Házassági évfordulónk van! Vedd ki ezt, vedd ki, ne letépem el! Gyere be az ágyba, hát 2 éve nem dugtunk! Te! Hát igen, szóval 4 is, és közben rengeteg minden történt. Például temetés is volt. Te, újra temetni már tudunk, de újra élni még nem. Illetve mi tudnánk, csak hát a menye, Vitéz kőbányai világos menye, érdekeset mondott. Tetszett, sok embernek tetszett, azt mondta, hogy a kritika az veszélyesebb, mint a kábítószer. Mondta a demokrácia hajnalán, a szabadság elején. Tényleg? Azt mondja anyósom, majd meg fogod látni. Téged meg elvisznek kábítószer csempészetével. Maradjon már, beszél bele minden. De szép temetés volt. És az a sok magánember. Hú. Magánember, magántestőrökkel, állami kocsival, szóval szuper volt, szuper, szép volt. És a cselédség is. Én ezt nem is gondoltam volna. Cselédségből egyik mondta, hogy amikor az ő méltóságú méltósága, azt mondta édesanyámnak, hogy jó reggelt, Mariska. Sose felejtjük el. Igen, mert este volt. Szóval szép volt. Szép. És azt nem tudom, hogy miért nem hozták haza a lovat is. Fehér lovat, persze. Hát egy része már itthon van. Ez a lófilé. Ezt be lehet tenni a nyugdíjasok borítékjába, tudod? Forint filé. Úgy egymás mellett. Szép volt. És sokan voltak. Sokan. Sokkal többen lettek volna, csak még nem érkeztek meg a donkanyarból. Tudod? Szép volt. Szóval szép. És amikor meglepődtem, hogy a Vitéz kőbányain meg a menyét kitüntették, képzeld el. Jó, mint ellenálló. Hát ezt értettette? Azt mondja anyósom, hát persze, mert partizán volt.
Úgy hívták, hogy Zója Kozmogyemszkája. Az ellenálló. Az a régi viccet ismered, hogy a partizán naplója. Azt mondja, 1944, február 1. A mocskos muszka kozák hordákat a rohadt anyjukba kizavartuk az erdőből. Február 2. Ezek a szemét muszkák, ezek a rohadt szemét oroszok minket kizavartak az erdőből. Február 3. Mi viszont? A mocskos szemét csűrje, a sztálinista, ez mondjant, kizavartuk az erdőből. Február 4. Jött a csősz, és mindenkit kizavart az erdőből. Én azért mondom most. Szép volt. Hát igen, szóval sok minden történt 4 év alatt. Például a bolondok házában van költségvetés. Tudod, hogy készült? 3 bolondtól megkérdezték, hogy hát 90. Hát péntek. Hát 36. Hogy jött ki? 90-ből kivontuk a pénteket. És az IBM, vagy hogy hívják, ha persze, hogy elfogadját, ők se hülyék. Szóval csodák vannak, gyerekek. Csak ugye, amikor valaki képviselő szeretne lenni, hát sok mindent jót mond magáról, illetve csak. Aztán közben ugye változnak a dolgok. Remete lejön a hegyről, azt mondja a kocsmába, hogy ételt, italt és nőt. Tisztelt uram, hát ételt, italt, azt tudunk, de hát a nőt, az nem. Viszont, hát itt van a Béla. Én nem vagyok olyan. Csak mondtam. Eltelik 2 hét, megint jön. Na, ételt, italt és nőt. Hát mondtuk már a múltkor is, hogy hát étel itt az a dögivel, de hát a nő az, hát a, viszont a Béla. Hát mondtam, hogy nem vagyok olyan. Eltelik megint 2 hét. Na hát akkor... Ergo. Szóval ételt, italt, és hát akkor... Legyen a Béla. De remélem, ez köztünk marad. Hát persze, hát ezt nem fogja tudni senki más, csak ön, én, meg a Béla. Jön meg még 6 ember, aki lefogja a Bélát, mert ő se olyan. És eltelt a 4 év. Szóval ezek valami borzasztó dolgok. De lesz választás. Ja, ez a legjobb. Az Erzsike itt volt nálunk, gyerekek. Illetve a Bözsike, illetve a Erzs, meg tudom, hogy kell hívni, hát a királyné, nő. Ki? Szuper volt. Ja, Istenem. Parlamentbe bevitték, lásson világot. Ilyet. És a szuper nagy ember, érted, azt mondja az Erzsikének, az ott lent volt, ő meg magasabban volt, hát ez világos. Azt mondja, hogy please, madam. Királynőnek azt mondja, hogy madam. A please-t még csak hagyján, tudod? A tejbe please, oda gyereknek adják. Na most kérlek szépen, azt mondja, hogy madam, hát arany szíveim, a királynőnek ilyet, tudod, milyen szabályok vannak? Hát a királynőt nem lehet még érinteni se. De jó a férjének. Édes. És leplízezi, lemadámozza.
sose felejtem el, még régen egyszer voltam kuplerájban. Ja, tapétázni. Na most kérlek szépen. Na, ott nevezték madamnak a gyezsúrnaját, tudod? És akkor bevitték a parlamentbe is. Ki voltak öltözve az arisztokrácia tény. Sorba ott álltak. Ott valamelyik fején nem a végén állt. Ilyen diaré így folyt le itt két oldalt, érted? Hogy hát, ha összekeverik a bözsikével, érted? Nem keverték össze. Miért? És nagy estély, hát te... elegáns, ilyen rökamé húzatból a nagy esténére. És most kapaszkodj meg. Nagy estélyéhez. Ilyet nálunk a téglagyárban nem is engedtek meg. Na, de szóval, nagy estélyéhez várra akasztós hosszú ridikül. Amikor abban rohadt, telelökött, mocskos bolsevista rendszerbe valaki jött, érted? Akkor na, eltársak, eltársnők, bevitt őket, és oktatás. Eto villa. Eto kés. És eta tapéta. És akkor tudtál. Két hétig. Majd ugye ők, az arisztokrácia von Zuhause, oda megy nagy estébe, és tökik kenyérzsákba. Hát gyerekek! És a világ meg közvetíti. Szóval csodák vannak. De azért az idő az múlik. Olyat mondok, ami vörös csepelen beszélget két szürke munkás. Ez fordítva lehetetlen. Egyik munkás kérdezi a másiktól, hogy vagy? Kint van a seggem. Na és havonta küld valamit? Ha minden igaz, akkor új év lesz. Kívánok mindenkinek, jó egészséget, boldog új évet, mindent, és talán oda kellene figyelni a kis muzulmánra, vagy a mohamedánra, a kis hortira, ha már annyira tetszik az apja, meg a nagyapja. Ő mondta azt, hogy most már fel kellene ébredni, mert amiről itt beszélnek, az már mind elmúlt. Amiről két hete szó volt, már az is. Most már tessék, gatyát húzzuk föl, nem mi, mert nekünk már nincsen hova, és nincsen gatya. Úgyhogy 94-től végre menjünk előre. Legyen igaz a Balázsnak, hogy csak az órát állítottuk vissza, és nem az időt. Csókolom.